Ingyenes koncertek mellett gasztronómiai különlegességekkel, termelői és kézműves vásárral készültek a szervezők a fehérvári gasztró és zeneünnep rendezvénysorozatra. A koncertek idején pedig ingyenes játszóház és gyermekprogramok várták a családokat. A rendezvény zárónapján a hangszínteres fellépők szórakoztatták a palotavárosi tavakhoz kilátogató közönséget. Ez a harmadik esemény ennek a egész márciuson át tartó tavasz köszöntő rendezvényünknek, ennek a Fehérvár gasztrónapnak. A mai napon csupa hangszínteres zenekar lesz a színpadon. Most, akik ezt a lendületes rockzenét játsszák, ők is a hangszintérből érkeztek. A Pirityi Imrének hívják a gitáros fiút, és az ő zenekara, aztán utána lesz a Crescendo Selecta nevű szintén hangszinteres zenekar, ők egy kicsit ilyen amerikai stílusú R&B-s, funkos zenét játszanak, és a mai napot pedig a Vörös Janka és Olá Dezső triója zárja. Örülünk annak, hogy elindulhatott ez a rendezvénysorozat március elején, és reméljük, hogy jövőre is jöhetünk. Igen, itt az igényes gasztró elemek, illetve az igényes zene találkozott ezen a rendezvényen. Nem csak a zenekaroknak volt ez a három hétvége kiváló lehetősége arra, hogy népszerűsítsék magukat a hazai termelők, és bemutathatták portékáikat. A szervezők számításai bejöttek, egész márciusban sikerült megmozgatniuk a fehérváriakat a különféle programokkal. A civil központ előtti rendezvényeinkhez szoktatjuk oda a térre az embereket. Ahogy látjuk, hogy ahogy így egyre több és több rendezvényt csinálunk az ügyeletes gyógyszertár előtt, egyre többen jönnek. Hát a belváros az fantasztikus siker volt. Tehát, hogy nyilván az átmenő forgalom miatt, meg azért, mert olyan jó programot hoztunk, hogy megtöltöttük a teret, illetve most is itt, tehát a Palotaváros meg itt ebben a zöld millióban fantasztikus. Szerintem jó lesz, ez meg szoktuk mozgatni az embereket. Aki pedig most lemaradt volna erről a három alkalomról, annak sem kell aggódnia, hiszen a szervezők már tervezik a folytatást.